korszerű hematológiai automata a megújult központi laborban Kisvárdán. Az itt dolgozók már tavasszal a hivatalos átadás előtt visszaköltözhettek a részlegre. A fejlesztésnek köszönhetően nem csak a munkakörülmények, hanem az ellátás színvonala is jelentős mértékben javult. Megújult a laboratóriumunk teljes infrastruktúrája, felszereltsége, ami azt fogja eredményezni reményeink szerint, hogy egy hatékonyabb, gyorsabb, betegbiztonságot növelő feladatellátás lesz, válik lehetővé a kórházunkban, emellett a munkakörülményeink is jobbá válnak. Az átadáson elhangzott, a Szent Damján görögkatolikus kórház hosszú távú színvonalas működéséhez elengedhetetlen volt a központi labor felújítása. A beruházásra több partnerintézménnyel közösen pályázott a kórház. Korábbi években összeraktuk, hogy a kórházunkban milyen fejlesztésekre van szükség, és ennek az egyik lételeme volt a laboratóriumnak a felújítása. Itt mind az építészeti felújítás, mind az eszközfelújítás szükségessé vált, és 2018 nyarán indult el ennek a szervezési-tervezési folyamata. Ennek első lépcsője az volt, hogy megállapodást köthettünk a Szatmár-Bereg megyei kórházzal, a Szatmári megyei sürgősségi kórházokkal, és ebben a rohus pályázati forrás keretén belül tudtunk olyan mennyiségű forrást elérni, amely a saját fejlesztési igényünknek a eléréséhez, kielégítéséhez elegendő volt. Sesták Oszkár, a Vármegyei Közgyűlés elnöke a magyar-román együttműködés fontosságáról is szólt. A közös fejlesztéseknek köszönhetően javul többek között az egészségügyi ellátás színvonala a határmenti régiókban. A magyar-román együttműködési program keretében valósult meg az a laboratóriumi fejlesztés egy kiemelt program keretében. Szatmár megyével egyeztük meg, hogy ezt a flagship projektet zömében, Szatmár megyében, a román és Szatmár megyében költik el az erre jutó forrásokat, de két fontos fejlesztés belefért ebbe a pályázatba. Egyik ez a laboratóriumi fejlesztés itt Kisvárdán, és ugyancsak megvalósult egy másik fejlesztés a József András megyei kórházban, Nyíregyházán. Minden ilyen fejlesztési tevékenység persze a tárgyi eszközök tekintetében is fontos, de kapcsolatépítés is jelent a Szatmár megyei, a román és Szatmár megyei kórházzal, további szakmai kapcsolatokat jelent, és megalapozza a következő 7 évnek a fejlesztési programjaihoz, közös pályázati programjaihoz is. Az átadáson részt vett Sesták Miklós, a térség országgyűlési képviselője, aki a tervezés óta segítette a fejlesztés lebonyolítását. Tényleg, aki ebben az elmúlt 4-5 éves időszakban, de főleg talán az elmúlt 3 éves időszakban sikeres projektet végig tudott vinni, az egyszer a tisztelet, nagy főhajtási gratuláció, mert borzasztó nehéz időszakon vagyunk túl. A központi labor felújításának összköltsége meghaladja az 1 millió eurót. Az összeg jelentős részét uniós forrás, emellett állami támogatás és önerő is jelenti.